A következőkben főleg benzin és dízel árakról fogunk beszélgetni. Mutatunk egy összefoglalót azzal kapcsolatban, hogy hát nyilván az történt, amire mindenki számította december közepi üzemanyagárstop eltörlésével, hogy meredeken elkezdtek emelkedni a 95-ös benzin és a gázolajat, illető bruttó kiskereskedelmi átlag árak, és hogy ennek hol lehet a vége, ezt nagyon sok szakértő találgatja. Ugye a fő összetevők az üzemanyagár mögött, az nyilván a forint-dollár árfolyam, a forint erőssége vagy gyengessége, az adótartalom és az import, amire már sokan figyelmeztettek, hogy nem fog olyan könnyen helyreállni, mint ahogy a sokan egy átlagember abban reménykedett. A részleteket meghallgatjuk Balogh József energiapiaci szakértőtől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye, hát azért eléggé sokkolja az embert, hogyha megnézi azt, hogy a régióban milyen üzemanyagárak vannak. Például benzin tekintetében Magyarország, nyilván ezek nem pontos adatok, mert hogy folyamatosak az eltérések, de nagyságrendileg 624 forint per liter, és akkor Ausztria hasonló, de mondjuk Csehország már csak 600, Szlovákia 593, és ami nagyon érdekes, hogy olvastam a portfólión egy olyan adatsort, ami adóterhek nélkül nézi a benzin árát idehaza, és hát ott is nagyon drámaiak a különbségek. Magyarország 366, Lengyelország 306, Ausztria 294. Vagyis nem csak a magas adóterheléssel van a baj. Hát itt többféle probléma is lett sajnos az üzemanyagpiacon. Én azt szoktam mondani, hogy azt a 13 hónapot a 113 hónapig fogja Magyarország visszafizetni, ugyanis a 13 hónap alatt sikerült teljesen tönkretenni azt a benzin és üzemanyagpiacot, ami 30 év alatt majdnem tökéletesre beállt. Tehát elég nagy a baj ilyen strukturális szempontból is, nagy a baj adó szempontból, ugye mindenki az áfáról beszél, de van ott még Robin Hood adó is, amit a kormány sajnos megemelt 41%-ra, 10 évig volt 31, a szocialisták alatt volt 8. Tehát ehhez jön rá, amit ön is említett, a forint gyengesége, vagy éppen ma erősödése, és ennek a háromnak a kombója az valami egészen furcsa eredmény, amit itt látunk. Sajnos Magyarországon nagyon drága lett a benzin és az üzemanyag általában. Miért nem áll helyre az import? Ahol egyszer a bizalom és a együttműködés megszakadt, ugye amikor az a 480 forintot nagyon rossz tempóban és nagyon rossz időpontban a kormány bejelentette, ugye ez 20-21 november a háború előtt, akkor ott elég sok beszállító úgy gondolta, hogy akkor inkább megy máshova, ahol esetleg euróban el tudja adni, ugye most már Horvátországban is, Szlovéniában, és Magyarország a listának a második felére került. Hol lehet a vége az üzemanyagár plafonnak? Hát erre van egy jó történetem. Két nappal ezelőtt láttam egy kuton, hogy már 4 számjegy van kirakva, tehát 0-0-0-0. Tehát most már van, aki arra számít, hogy még lehet 4 számjegy is a benzinára. Erre ön is számít? Én nem, én azt mondom, hogy most egy megnyugvás van, és lefelé fognak menni a dolgok, de senki nem lát előre. Beszéljünk a dízelről, mert már hónapok óta, már tavasszal emlékszem, hogy még idehaza és a Shell képviselői mondták, hogy itt komoly dízel hiány alakulhat ki, és ugye egyre közeledik az a február 5-i dátum, amikor egy újabb szankciós folyamat lép életbe, és nem lehet behozni Oroszország irányából orosz kőolajból készült üzemanyagot. Magyarország mentességet kap. Mennyire lélegezhetünk fel, és Európában miért van ekkora hiány, mert ugye azt lehet olvasni, hogy 1,5 millió hordó hiányzik. Tehát arról van szó, hogy most nagyon okos mindenki, de azért 10 évvel ezelőtt, amikor éppen ment a német zöldőrület, hogy mindenki elektromos autóval fog járni, és nem kell üzemanyag, nem kell gázolaj, akkor európai finomítókba senki nem akart befektetni. Voltak olyan nyugat-európai bankok, akik egyszerűen nem adtak pénzt finomítói kapacitás fejlesztésére. Tehát az első probléma egy történelmi. A zöldőrületnek most fizetjük meg az árát. Zöldőrület, azért ez elég sarkos, hogy úgy mondjam. Hát most, hogy érthető legyen. Tehát kevés a finomítói kapacitás, ez egyes probléma. A kettes probléma az az, hogy ez az egész rendszer azért úgy volt felépítve, hogy az oroszoktól naponta bejön a 700 ezer hordó per dízel, és erre a piac számított. Ez február 5-e, ugye jövő hét után kezdődik, nem tud közvetlenül bejönni, de lehet, hogy közvetetten valahogy csak meg fog érkezni. Na, akkor beszéljünk erről. Hol a kiskapu? Több kiskapu is van, de a legfontosabb kiskapu az a statisztikákban van. Statisztika az úgy kezdődik, hogy Oroszország, és a második tétel az, hogy Közel-Kelet. A Közel-Kelet ebben az esetben Törökország, tehát nagyon valószínű, hogy Törökország lesz az elosztó központ, ahova az orosz finomított termék beérkezik egy piros hordóba, tehát rakják egy zöld hordóba, ráírják, hogy török termék, és azt behozzák. És az Unió?
erre már rábólint? Miközben pontosan tudja, hogy ez csak egy, hát gyakorlatilag egy csel. Hát csel vagy nem csel, Törökország ellen nincs szankció, tehát török gázolajat miért ne lehetne behozni, és akkor valaki menjen oda és mondja meg, hogy ezt Törökországba finomították, ezt pedig behozták. Azt teljesen kizárt, hogy, hogy az Unió majd ezeknek a kapacitásoknak a bővítésével meg tudja oldani saját maga a dízel problémáit? Jelenleg az Európai Unióban 1,5 millió hordó hiányzik per nap a dízelből. Nagyon fontos, hogy dízelből többet fogyasztunk, mint benzinből. Ugye a traktorok, az iskolabusz, meg a dízel mozdonyok. De pont dízel finomítói kapacitás az, ami nincs. Különösen érdekes itt Közép-Európában, mert valóban itt sincs. Tehát ennek a dízelnek valahogy ide meg kell érkeznie, különben meg fog állni az élet. Nagyon gyorsan még arról beszélünk, hogy bővült azoknak a szerveknek a köre, amelyek most március 1-től szeptemberig egy elég jó áron fixálhatják a gáz szerződéseiket. Ugye most már felsőoktatási intézmények, az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak mellett beszállhatnak ebbe a körbe. Gémesi György erre nekem pár napja azt mondta, hogy ez mind szép és jó, de pont nyárra. Őket már a következő ősz meg a tél izgatja. Ez így, ahogy van, egy nagyon-nagyon jó lépés. Ez az első alkalom, amikor felcsillanhat az ember szeme, hogy mégiscsak lesz magyar energiapolitika az új energiaminisztérium alatt. Ez egy szenzációs döntés volt megadni a jogot, de nem kötelezettséget arra, hogy az árat befixálják. Miért szeptemberig? Mert az a gázév vége. Október 1-én kezdődik a következő. Nyilvánvalóan ez csak egy ilyen tesztüzemmód. Ha ez sikerül, akkor majd be lehet fixálni a jövő évet is. Elképzelhető, hogy megint ilyen 300 eurós magasságokba ugorjon föl a gázár, mint amit itt láttunk tavaly augusztusban, vagy ezért ez nem fog megismétlődni? Az energia az attól szenzációs, hogy bármi megtörténhet. Az lehet 9, lehet 300, meg lehet most, ahol vagyunk 60. Senki nem tudja, hogy mi fog történni. Az a lényeg, hogy ha valaki most be tudja fixálni ezt az árat, szerintem az egy jó ötlet, nem fog fájni a feje szeptemberig, és fel lehet készülni a következő évre. Hogyan? Úgyhogy, mert ugye arra az évre most kell felkészülni, akár átalakításokkal, beruházásokkal, mit tanácsolna egy önkormányzatnak? Nyilván millióféle, ahol van geotermikus lehetőség, az megint más, de hogyan érdemes felkészülni egy ilyen hektikus időszakban? Hát a legfontosabb az, hogy jó meg kell nézni, hogy mennyi legyen mennyi a minimumfogyasztás, és mennyi a maximum. Ugye tele volt vele a sajtó a ködbér problémával. Ott azért mind a két oldalon vannak érvek és ellenérvek. Tudni kell, hogy mennyi energiára lesz szükség, és megpróbálni azt a sávot, a minimum és maximumot helyesen befixálni a kereskedővel. Köszönjük szépen, szerintem folytatni fogjuk még máskor ezt a témát, köszönjük. Eközben András megnézte a legfrissebb online híreket.